Óriás szobor, grafikák, portrék és fotókiállítás. Globális képzőművészeti kiállítás várta a látogatókat a Millenárison, az Art Market Budapest Fesztiválon. A kortárs képzőművészek bemutatkozása látogatók, művészek és műgyűjtők ezreit vonzotta, a Millenáris Parkot kulturális fellegvárrá változtatva. A 7. alkalommal megrendezett Art Market Fesztiválnak ezzel 25 ország kortárs képzőművészeti alkotójának adott otthont a Millenáris Park 6200 négyzetméteren 4 napon keresztül. A fesztiválon bemutatkoztak többek között Japán, az Egyesült Államok, Svájc, Törökország és Mexikó művészeti életének képviselői. Van egy folyamatosan épülő jellege az Art Market Budapestnek, ami vákuumszerűen az embert ott tartja, vagy magához szívja. Az idei Art Market díszvendége az állam alapításának 70. évfordulóját ünneplő Izrael volt. A nemzetközi kavalkádban a legjelentősebb kortárs magyar képzőművészeti galériák és alkotók is képviseltették magukat. A magyar képzőművészet a nemzetközi közegben meglehetősen alul képviselt, annak ellenére, hogy az a minőség, amit a magyar művészeti szereplők képviselnek, az abszolút nemzetközileg is versenyképes. A művészeti fesztivál fotószekciója, az Art Photo Budapest, Kelet- és Közép-Európa egyetlen nemzetközi fotográfiai vására külön kiállítási csarnokot szentelt a pillanat művészetének. Minden művészeti vásár egy beszélgetés is. A művészeti alkotások annyira különbözőek és olyan sokszínűek. Hihetetlen, hogy a kreativitás és az esztétika hogyan változik országról országra, művészről művészre. Ez egy fantasztikus hely, ahol mindez nem csak hivatásos gyűjtők, hanem bárki számára megtapasztalható, aki kulturálisan gazdagabbá szeretne válni. A program egyik fő látványossága Erán Sakin 6 méteres köztéri szobra, a Budai lány, melyet a művész kifejezetten Budapestre készített, valamint Markus Levin angol művész szegekkel vert alkotásai, melyek első alkalommal voltak láthatóak Magyarországon. A rendhagyó képeken a formákat, árnyékokat, a szögek helyzete adja ki. Érdekesnek találtam azt az elképzelést, hogy valami éles és szögletes eszközzel mutassak be egy finom témát. Tudja, az én absztraktjaim kimondottan lágyak, nagyon nőiesek, és ezt akartam elérni, hogy az emberek, mikor megnézik ezeket a képeket, azt mondják, hogy milyen finom, lágy képek, és amikor közelebb mennek, akkor jöjjenek rá, hogy ezek durvák és szögletesek. A 2011 óta megrendezett művészeti vásár a Café Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál öltve pesdítette fel az őszi Budapest művészeti életét. Az Art Market Fesztivál fő célkitűzése, hogy a kortárs művészek nemzetközi figyelmet kaphassanak és inspirációként szolgálhassanak a globális művészeti piac számára.